Szép jó napot kívánok a kedves nézőknek! A konyhám ismét jelentkezik, majd tejfölös csirkepaprikás. Ma ebédre, tehát házi zsírral dolgozok, azt ma csináltam. Ma alvasztottam ki a töpörtyűt, 2 liter zsírom maradt meg, ugye itt a liszt, a tejfölt aztán visszaraktam a hűtőbe, egy habarást készítettem, 3 kanál lisztet tettem hozzá, egy kis vizet, és akkor a hagymát a zsíron megfuttattam, ugye kis utána a fehéredésig a csirke mellett, mivel csirke mellett dolgozok, és egy kis piros paprika hozzá, és ételízesítő, só, bors, ízlés szerint, és hozzá köretként pedig puliczkát fogok melléje tálalni. És akkor most nézzük is, rákóstolok az ételre. Mennyeiek harmonikusak az ízek, és akkor most, mivel nehéz lesz, mert nem egy nyeles edénybe készítettem elő a habarást, de azt is megoldom. Ez a tepsi sem véletlenül van itt, ez majd a következő műsornak lesz a főszereplője. A tányért arrébb helyezem. Akkor a habarást azt ide, így, egyneműsítem a habarással. Szépen elkeverem. Mindenütt szépen le kell szedni az oldaláról a letapadásokat a tányérnak. Még egy pici levet merítek, hogy ne csomósodjon össze. Ezzel is még egy picit összekeverem. Próbálom a kamerát is tartani, mert ugye nincsen állványom is. Én vagyok a kamerás is. Úgy, azt most ide picit leteszem, hát egy pici rendetlenség, de nem számít. Ugye ezt lehúzom takarékra a lángot, és akkor mivel nincsen segítségem, hozzáöntöm, és szépen elkavarom. És egy tökéletes tejfölös hirkepaprikás az eredmény. Nem tudom, mennyire adja át a kamera, de nem valószínű, hogy átadja ezeket a színeket. De nagyon tökéletes állagú is lett, tehát nem egy, tehát ennek ilyennek kell lenni. Ez még be fog majd sűrűsödni e pici állásnál, úgyhogy a puliszkát azt nem mutatom be. Az már bemutatásra került, nem tudom, itt a YouTube csatornámon, igen. Akkor, hogyha valaki úgy gondolja, kicsit sűrű, egy pici vízzel lehet hígítani, de mindig rá kell kóstolni az ízére, hogy változott-e meg. Az állag tehát, amint látszik, az tökéletes. Most rákóstolok, visszaveszem a kanalat. Rákóstolok. Talán még egy pici sót elbír. Tehát így egy ennyit. Na még egy picit. Ezzel összekeverem. És kész is van a tejfölös csirke paprikás, ami csirkemellből készült el, de azt el lehet készíteni csirke combból, csirke szárnyból, akár pulykás, pulykamellből, pulykaszárnyból.
Akkor most megfordítom a kamerát. Tehát elkészült az étel. Én kívánom mindenkinek, hogy készítse el otthon is a kedves saládjának. El is zárom a tűzhelyet. Már csak a puliszka elkészítése következik. És jó étvágyat kívánok az ebédhez. Mindenkinek viszont látása, viszont hallása. Rafael Dénes látták Székelykeresztúrnak.